Borsagedeont életemben először 50 esztendővel ezelőtt hallhattam, amikor végzős egyetemistaként részt vettem azon a konferencián, amelyet Kőszegen és Sárváron rendeztek a régi magyar irodalommal foglalkozók a hazai könyvnyomtatás 500. évfordulója alkalmából. Akkor Borsagedeon ott a hazai nyomtatás részmérlege címmel tartott előadást, és levonta mindazokat a tanulságokat, amelyek a Éppen akkor frissen megjelent, régi magyarországi nyomtatványok első kötetéből levonhatók voltak. Hallhattunk itt arról, hogy az országban hány nyomda működött, azok földrajzilag hogyan helyezkedtek el, hány dokumentumot adtak ki, hány évet nyomtattak egy-egy műhelyben, az évek számából visszakövetkeztetett arra, hogy hány munkatárs dolgozhatott adott időben a nyomdában vagy hasonló úgynevezett nyomdai műhely titkokat mutatott be ott mindannyiunknak a bámulatára. Hát természetesen a egyetemisták megrökönyödve hallgatták ezt az értékes előadást, de mondhatom, hogy a meglett irodalom és művelődés történészek is nagy csodálattal hallgatták. Tulajdonképpen itt világosodott meg az ember számára az, hogy a nyomtatörténet szempontjából mi mindent jelent a régi magyarországi nyomtatványok retrospektív bibliográfia, és ez csak egy tudományág, hiszen azóta nem szerénytelenség az, hiszem, azt kijelenteni, hogy nincsen olyan koraújkorral foglalkozó, komoly kutató, legyen akár zenetörténész, irodalomtörténész, művelődés történész, történész, teológus, vallástörténész, aki mellőzhetné a kutatásai során a régi Magyarországi nyomtatványok köteteit. Nem csoda, hogy a kutatói világ ezért nagy kíváncsisággal és türelmetlenül várja az egyes kötetek megjelenését. Az ötödik kötet most van megjelenőben, ezt fogja követni a hatodik kötet egy bő tíz éven belül, amely az 1686-os esztendőtől, tehát Buda visszafoglalásától 1700-ig terjedően mutatja be majd a nyomtatványokat, és ezzel lezárul a 17. század. Bosagedeon víziójának az első fejezete, hogy ilyen részletes leírások készüljenek a régi hazai nyomtatványokról, megvaló nagyon izgalmas élmény volt bekerülni a széchenyi könyvtárba. Először az úgynevezett Mozgó Brigádba kerültem. 1973-at írunk, tehát ilyen, ebben az időben ilyen a könyvtárban is működött, oda tették ezt a brigádot, ahol éppen tűzoltásra volt szükség, úgyhogy ez nagyon jó alkalom volt nekem, hogy a Kurrens Nemzeti Bibliográfia osztályon egy hónapot, majd a gyarapítási osztályon két hónapot tölthettem, majd december hónapban a katalogizáló osztályon voltam, és január 1 léptem be a régi magyarországi nyomtatványok bibliográfiai szerkesztőségbe, ahol a nagy öregek, tehát Borsa Gedeon, Hervai Ferenc, Holbéla dolgoztak. Nagy László az egyházi könyvtárak felelőse és a munkatársunk volt még akkor, és később egy évvel később csatlakozott Heltai János. Tehát volt mit tanulnunk, nagyon nagy segítőkészséget tapasztaltam a kollégáktól. 1988-tól én vezethettem már a régi magyarországi nyomtatványok munkálatait, az a nagy szerencsém, és ezért nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy Vosa Gedeon nyugdíjba menetele után is szinte naponta bejárt a könyvtárba, amikor éppen nem külföldön dolgozott minden nap, jött és így szemmel tartott minket. Tehát nagyon nagy dolog volt az ő keze alatt dolgozni. Tudom, hogy minden írásomat megmutattam neki, és szárnyaltam az örömtől, amikor rá volt írva egy placet, hogy tetszik, mert ő ilyen módon fejtette ki a kritikáját. Azt hiszem, hogy ő neki azt köszönhetem, hogy minden egyes munkafázisban bekapcsolt, megtanította azt, hogy azután, amikor már én irányítottam a feladatokat, én is minden egyes munkafázist próbáljak ki saját magam, és győződjem meg annak a buktatóiról, és csak utána engedjem azt, hogy egy kollega készítse azt el, mert így tudok a legjobban a segítségére lenni. A másik dolog a saját kutatásaimban az autópsia elvét. Azt követtük. Tehát aki a erre mennyféle leírásokhoz hasonlóan közeledik a saját kutatási témájához, és törekszik az adatoknak a biztos és hiteles felhasználására, az szerint, annak szerintem nyert ügye van, és ezt a módszert is ő tanította meg. Nagyon-nagyon jó esően emlékszem vissza az itt töltött 48 év és 133 napra, mert a végén ennyire kerekedett ki a itteni munkásságom, és azt hiszem, hogy az, hogy a pályatársaim is, tehát Ecsedi Judit, Heltai János, Bánfi Szilvia, itt ragadtunk, és nem, nem engedett minket az erőmeny el, ez azt mutatja, és azt bizonyítja, hogy, hogy bizony a Gedeoniknak a példája, és a munkássága nagyon nagy hatással volt rá, és mindvégig hálásak vagyunk érte.